Tehát az ízeket azt csak viszonylag nagy koncentrációba érezzük. És hogyha felhígítva eszünk valamit, akkor már nem érezzük az ízét vízben felhígítva. És arra gondoltam, hogy akkor lehet csak akkor van szükség különböző speciális intézkedésekre a szervezettől, hogyha nagy mennyiséget veszünk be, tehát amikor már érezzük az ízét annak az anyagnak. És meg lehetne próbálni egy olyat, hogy nagyon sok ételt nagyon nagy hígításba fogyasztani, például tejet nagy hígításba, meg akár, most nem is tudom, jutott még eszembe, hogy micsoda, na mindegy. Tehát sok-sok ilyen dolgot meg lehetne próbálni, hogy mint például a húslevesben is valami nagy hígításban van a cucc, és esetleg akkor lehet, hogy nem volna szükség arra, hogy a szervezet külön intézkedéseket tegyen, és akkor egyszer megemésztődne minden. Nagyon könnyedén. Tehát ilyen leveket inni egyfolytában. Persze nyilván, mint rehabilitációs módszer, tehát nem végig az egész élet során, csak addig, amíg az ember ugye helyre jön. És akkor az emészhetőség problémája egyszer nem merülne fel. Tehát az emészhetetlenség problémája pontosan.